Az 1983 óta működő szombathelyi Bercsényi Miklós általános iskola tágas, modern épületben minden igényt kielégítő felújított informatikai termekkel és könyvtárral várja leendő diákjait. Minden tanulónak a törvényben biztosított joga, hogy a számára legmegfelelőbb oktatásba részesüljön. A Bercsényi Miklós általános iskola ezt a jogot nagyon széles körben tudja biztosítani a tanulók számára. Iskolánk az alapító okirat alapján mozgássérült, hallás-látássérült tanulók integrált oktatását tudja biztosítani, továbbá fejlesztő foglalkozásban részesíti a részképességzavaros, magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdő tanulókat. Feladatunk a személyiségre orientált, inkluzív, befogadó iskolai oktatás. A különleges gondozást igénylő tanulók inkluzív oktatása nevelése című nyertes pályázatunk minden feltételét teljesítettük. Referencia intézményként kiképzett mentoraink készen állnak azon iskolák segítésére, akik szeretnék megismerni a Bercsényi Miklós általános iskola újszerű oktatási nevelési tevékenységét. Azért szeretek suliba járni, vannak barátaim, akik mindig segítenek öltözni. Elmentesítve van a suli, könnyen mozgok. A sajátos nevelési igényű tanulókkal egyéni fejlesztés keretében foglalkoznak. A mozgássérült tanulók mozgásfejlesztő órákon vesznek részt, melyet egyéni masszázs és mozgásterápiával egészítenek ki. A gyerekek sérültségi fokától függően elsajátítják a gépi írást, mely a tanórai munkájukat megkönnyíti, illetve lehetővé teszi számukra az önálló ismeretszerzést az interneten. Az iskolában évfolyamonként 2-3 osztály működik. Az alsós tanulók a szülők által is kedvelt iskolaotthonos formában tanulnak. Az elsősök az óvoda és iskola közti átmenet megkönnyítése érdekében 6-7-es előkészítő időszakkal kezdik a tanévet. Már második osztályban nyelvtanfolyam keretében megkezdődik az idegen nyelvi ismeretek alapozása, a harmadik évfolyamtól pedig német vagy angol nyelvet tanulhatnak a diákok. Az informatikát is csoportbontásban oktatják. 2006-ban a városban elsőként vezették be az 5. és 6. évfolyamon felmenőrendszerben az emelt óraszámú informatika oktatást. Nagyon szeretek emelt informatika tagozatos csoportba járni, mert így emelt óraszámban tanulhatom az informatikát, és ezáltal megismerkedhetünk például a weboldal szerkesztéssel, a videóvágással és a képszerkesztéssel is. A mindennapos testnevelés biztosított a Bercsényi Miklós általános iskolában tanóra, tömegsport és különböző sportfoglalkozások keretében. Népszerűek a kosárlabda, az asztali tenisz, fiú és lány foci és a darts. A 2009-2010-es tanévtől első évfolyamon rekreációs foglalkozásokat tartanak. Iskolánkban lehetőség van a gyermekeknek úgynevezett rekreációs osztályokba járni, ami azt jelenti, hogy heti egy óra számban ők szabadidős sportágakkal ismerkednek. Szakköreik tehetséggondozó műhelyeik közül kedvelt és sikeres a színjátszó, a kézműves, a rajz, az idegennyelvi, a röplabda, a kosárlabda, az asztali tenisz, a rajz, a média, a számítástechnika, a társastánc és a néptánc. 2005-ben és 2008-ban nyerték el az ökoiskola címet, amely azt jelenti, hogy a nevelési programjukban kiemelten kezelik a természeti nevelést és a környezetvédelmi ismeretek oktatását. 2012-ben az örökös ökoiskolai címet is kiérdemelték. A harmadik és az ötödik évfolyamon a tanulók erdei iskolai programban vesznek részt. Iskolánk előkertjébe alakítottuk ki az úgynevezett csicsergőligetet, ahol gyerekeink közvetlenül megtapasztalhatják, megérinthetik, megvizsgálhatják az élő környezetet, fákat, cserjéket. A környezeti nevelőmunkánk elismeréseként 2001-ben Gellér Gyuláról elnevezett plakettet kaptuk, és 2009-ben pedig együtt a környezetét vándordi birtokosai lehettünk. Iskolánkban élénk diákélet zajlik. Rendezvényeinket a Diák Önkormányzat szervezi. Minden évben megrendezzük az iskolai kimittudot, a farsangi diákdiszkókat, az adventi vásárokat és a papírgyűjtést is. Az iskola 9 éve működő Mozdulj Alapítványa a sport és tanulmányi munkát támogatja, és hozzájárul az iskola eszközállományának gyarapításához is. A középiskolák visszajelzései alapján a bercsényis diákok megállják a helyüket a középiskolákban is.